Hello mindenkinek, Assassin vagyok, ez pedig ismét egy tutorial videó Montemblade-hez. Ebben a videóban elmondom nektek, hogyan is érdemes elkezdeni a játékot. Mint azt láthatjátok, a nordokkal már viszonylag nagy területet elfoglaltunk. Mint tudjátok, lehet saját birodalmad is, ám ez igencsak veszélyes, mivel amikor nem formálsz elegendő jogot a trónra, amit itt tudsz a karakter jelentés között megnézni, akkor igen sok ellenségre teszel szert, amint foglalsz egy várat magadnak. Ezért érdemesebb, miután egy kicsit benyaltál a királynak, valamelyik királyság hűbéresének fogadni magad, ezáltal ők meg fognak téged védelmezni, kaphatsz birtokokat, hogyha jóban vagy a királlyal, érdemes szintén tovább nyalni neki, mint, ja nem, ez nem az, igen, tehát én a Ragnar királya már plusz 54-es vagyok, hogyha elfoglalok magamtól egy várat, és megkérem azt, úgy értem, megkérem tőle, hogy jutalomként kapjam meg, akkor általában megkapom. Tehát most megkértem tőle Uxhalt, amit tegnap foglaltam el. Ezen kívül enyém még Dramugvára, Hirumavára, és kezdeti földbirtokként megkaptam Mechin faluját. Tehát érdemes úgy kezdeni, hogy egy hűbéresnél vagy. Egy-egy lovas katonával érdemes kezdeni, mert azok még nagyon jó háborúk során, viszont várfoglalásoknál nem annyira alkalmasak. Ebben a részben még beszélek nektek a csapatszellemről. A csapatszellem az egy hasznos dolog. Miattal maradnak a csatában a harcosaid, emiatt fognak jobban harcolni, és lehetővé teszi a gyorsabb haladást is a térképen. Ezt többféle képen is lehet növelni. Ha háborúkat, vagyis hát csatákat nyertek, akkor is kaptok harci szellemet, ilyen hármat, meg ilyen hülyeségeket. Szerintem valahol le is írja, menj majdnem, hogy mennyi harci szelleme 99, az egész jó. Valahol igen, le is írta. Tehát úgy is lehet növelni a sereget harci szellemét, hogy hoppá, nincsen kaja, tehát hogy különböző mennyiségű, illetve változatosságú ételek kínálsz fel nekik. Egyébként muszáj is ételeket venni nekik, mert amikor nincs enni a seregnek, automatikusan kilépnek a seregből, úgy értem, lecsökken a harci szellemük. Ha csatákat nyertek, ugye akkor is növekszik a harci szellem. Ezen kívül figyelni kell arra, hogy ha a háborúban álltok egy-egy néppel, mint például én most a svádiaiakkal, akkor hajlamosak rá azok a katonák, akik onnan vannak, hogy alacsonyabb harci szellemmel rendelkeznek. Mint látjátok, harci szelleme átlag alatti, a svádiai lovagoknak is átlag alatti harci szellemmel rendelkeznek, mert nem örülnek nekik, hogy a saját hazájuk ellen kell küzdeniük. Gyakran ki is lépnek ilyenkor, hogyha őket támadjuk, szóval hát nincs mit tenni, ezzel óvatosnak kell lenni. Na, ez a rész szerintem ennyiről is szólt volna, hamarosan jön a következő epizód, én Assassin voltam, sziasztok!